Decemberben megnő a könyvtárhasználat, a karácsonyi tematikájú olvasmányok mellett pedig a tényirodalmat keresik leginkább a kanizsai és környékbeli olvasók, említette Cupi Gyula, a Halis István városi könyvtár igazgatója. Mindig az adott időszaknak megfelelően állítják össze az ajánlót az intézmény munkatársai, amit örömmel fogadnak az emberek, és a tervezett könyv mellett sokan választottak egy-egy ünnepi hangulatú olvasmányt, tette hozzá az igazgató. A kölcsönzött kötetek mellé pedig meglepetéssel is készültek. Még arra is gondoltunk, hogy ha valaki a szeretteinek szerette vinni könyvet, akkor egy kis emléket vihetett, belerakhatott egy könyvbe egy könyvjelzőt, amin az a mondat van, hogy neked választottam, neked ajánlom a könyvtár gyűjteményéből. De a kollégáim még a Megkínálhatom egy gondolattal című állandó programunkat, ahol ilyen választani lehet kosárkából kis tekercseket, amin szép gondolatok vannak. Mi egy karácsonyi tematikus gyűjteményt is csináltak, tehát ha valaki odalép egy ilyen asztalhoz, akkor még ilyennel is találkozhat. Az ünnepi hangulatról gondoskodott egy szeretett fa is, amit a hónap elején állítottak fel a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ alapítványának közreműködésével a bibliotékában. A közös kezdeményezés egy adományozási lehetőséget is biztosít, és még január 6-áig egy mézes kalácsért cserébe lehet adakozni a hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek, családoknak. A legkisebbekre is gondoltak, és a gyermekkönyvtárban is számos meglepetés várta a gyerekeket. Cupi Gyula elmondta, sikerült beszerezniük néhány oktatókönyvből több példányt is, így volt olyan iskola, ahol egy egész osztály számára ugyanabból a kiadványból tudtak biztosítani olvasnivalót. Volt egy ilyen zsákba macska, becsomagolt könyvek, aminek a tartalmát nem lehetett tudni, hogy micsoda is. Azt is kölcsönöztek nagy örömmel, és annak is kellemes a visszajelzése. Tehát nagy örömmel vittek ki az emberek olyan könyveket is, ami meglepetés volt, akkor derült ki, amikor oda az a kibontotta a csomagot. Ez utóbbi kezdeményezés még december végéig kipróbálható. A Városi Könyvtár pénteken 9 órától délután 13 óráig lesz nyitva, a fiókönyvtárak pedig a megszokott módon csütörtökig várják a kölcsönzőket. Az új évben először mindhárom intézmény hétfőn, január 3-án nyit ki.